Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió keddesti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! Galam Józsefnek címzett képeslapokkal gazdagodott a helyi múzeum. Fejleszt a Zsivodán, növelik a munkavállalók számát is. Balázs áldást kaptak a Signum diákjai és tanárai. A világhírnévre szertevő Galamb Józsefnek és lányának címzett képeslapok kerültek a József Attila Múzeum tulajdonába. A különlegességeket első ízben a makói származású mérnök tiszteletére rendezett hétfői emléknapon láthatta a nagy érdemű. A rendezvény szervezésébe a már említett intézmény mellett bekapcsolódott Makóváros önkormányzata, a Marosparti Veteránjárműveket Kedvelők Sportegyesülete, valamint a Galamb József mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola is. Amerikában a Forte modell egyik konstruktőreként tette le névjegyét Galamb József. A 139 évvel ezelőtt Makón született mérnök Henry Forddal egyetemben négy kerékre ültette a világot, találmányai forradalmasították az autógyártást. A szakember életműve előtt évről évre főt hajtanak marosmenti településünkön is. Hadár László Péter képeslapgyűjtő felajánlásának köszönhetően ez alkalomból a József Attila Múzeum újdonságokkal tudott szolgálni az érdeklődők számára. 6 képeslapot kapott a gyűjteményünk, a múzeumunk. Galamb család írta Galamb Józsefnek, illetve a lányának Amerikába. Ezek több időszakból keletkeztek. 905, 906, 906-ból több képeslap és 39-ből is. Látszódik belőlük, hogy mennyire szoros családi köteléket, mennyire szoros volt a kapcsolatuk még így több ezer kilométeren távolságban is. Az ünnepségen részt vettek a Galamb József mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola 9. osztályos tanuló is. Az oktatási intézmény igazgatója Horváth Zoltán televíziónkkal megosztotta. Fontosnak tartja, hogy a diákok megismerkedjenek a névadó életútjával, hiszen az igazi példaként szolgálhat előre menetelük, illetve későbbi pályájuk során. Továbbá arról is szót ejtett, hogy van egy alapítványuk, mely szintén a mérnök nevét viseli. Ami tulajdonképpen emléket állít a Galamb József által létrehozott alapítványnak is, de elsősorban az iskolába járó tehetséges diákok támogatására alakultunk és működünk továbbra is. Itt tanulmányi ösztöndíjakat, de az élet alapvető legkisebb dolgait is tudjuk támogatni az alapítványon keresztül. A jelenlévők a képeslapok megtekintését követően pedig a múzeumból átsétáltak a csipkesorra, ahol megkoszorúzták a neves makói származott szobrát. 470-re bővíti idén a tervek szerint dolgozói létszámát a Zsivodán Hungary Kft., ugyanis bővült a gyártott termékek köre, valamint egy új gyártástechnológiát is telepítenek. A cég egyébként rendkívül erős évet zárt tavaly. A makói gyár 9%-kal tudta növelni az árbevételét, és ezzel a megyei vállalatok sorában az előkelő 9. helyet tudták elfoglalni. A részletekről Karkas Mihály ügyvezető igazgató számol be ma este a Hírextrában. A Zsivodán árbevétele világszinten is szép teljesítményt ért el 2019-ben. Mintegy 5,8%-kal nőtt, több mint 6 milliárd svájci frankon realizálódott. Összesen 13 ezer embert alkalmaznak és 68 gyártóbázissal rendelkeznek. Elmondható, hogy a makói gyáregységnek megbízható, stabil háttere van, így helyben is sikeres évet zártak, emelte ki televíziónkban Karkas Mihály ügyvezető igazgató. Több mint 9%-kal tudtuk növelni az árbevételünket 2018-hoz képest. Egyébként ezzel a teljesítménnyel elmondhatjuk, hogy a 9. legnagyobb Csongrád megyei vállalkozás a Zsivodán Hungary Kft., és erre nagyon büszkék vagyunk. Büszkék vagyunk arra is, hogy mostanra már több mint 450 dolgozónak, kollégának tudunk munkát biztosítani. A létszámunk az elmúlt években töretlenül minden évben növekedett.
hasonlóan a termelési volumenünkhöz. Az igazgató mindehhez hozzátette, további létszámbővítést terveznek, nagyságrendileg 20 fővel, ugyanis már folyamatban van egy új gyártástechnológia fejlesztése, amelyet hamarosan telepítenek, valamint a korábbi snack termékek ízesítőin, a levesporok és fűszerkeverékek ételízesítőinek komponensein túl. Nemrégiben elkezdték édesipari termékek ízesítőit is gyártani. Mindemellett Karkas Mihály hangsúlyozta, számukra továbbra is fontos a társadalmi szerepvállalás is a városban. Több adományozási akcióik is volt már. Amire igyekszünk még nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy önkéntes munkaórákat is vonjunk be a különböző civil szervezetek, szociális szervezetek támogatására. Így például 2019-ben részt vettünk az egyik óvodának a kültéri játékainak az újrafestésében, vagy akár említhetem, hogy az Erzsébet ház renoválásában is részt vettünk önkéntes munkaerővel, illetve alapítványi támogatásokon keresztül pénzbeli adományokkal is segítjük ezen szervezeteknek a munkáját, és tesszük mindezt nagy örömmel, és természetesen önzetlenül. Ezen kívül Karkas Mihály azt is kiemelte, az is fontos számukra, hogy a saját munkavállalóik jól érezzék magukat. Ezt a célt szolgálják például a közös futball és a közös teljesítménytúrákon való részvétel. A teljes beszélgetést ma este a Híradó után a Hírextra című magazinunkban láthatják. Egy sokoldalú színészt ismerhetett meg közelebbről a makói közönség Bodrogi Gyula személyében az idei Págerdíj kiosztón. Téni bácsival a díjazott többek között a Hattyúdalban, valamint a Tanulmányon nőkről című filmben játszott együtt. A Művész Televíziónknak adott interjújában felidézte ezt az időszakot is. Bodrogi Gyula Budapesten született 1934-ben. Gyermekként pedagógusnak készült, de végül a művészetek mellett kötelezte el magát. Pályáját néptáncosként kezdte, majd felvételizett a Színház és Filmművészeti Főiskolára, amelyet sikeresen el is végzett. Első szerződése a József Attila Színházhoz kötötte, és az Angyalföldi Társulathoz több mint 20 évig hű maradt. Ezt követően a Vidám Színpadhoz került, ahol szintén 20 éven át volt színész, rendező és különböző vezető posztokat töltött be. 2002-ben a Vidám Színpad örökös tagjává választották. A következő évben a Nemzeti Színházhoz szerződött, amelynek azóta is tagja. Pályakezdőként elsősorban kortárs és klasszikus darabok karakterszerepeit játszotta, de hamarosan felfedezték komikusi tehetségét is. Muzikalitását, kiváló tánctudását zenés táncos darabokban kamatoztathatta. Könnyed természetességének és elmélyült jellemábrázolásának köszönhetően filmszínészként is hamar a közönség kedvence lett. Első filmjét a külvárosi legendát Máriási Félix rendezte, ezután szintén évente forgatott. Több emlékezetes filmben szerepelt együtt Páger Antallal, így az 1960-ban készült Noszti fiú esete Tóth Marival című filmdrámában, valamint Keleti Márton 1963-as Hattyúdalában, amelynek híres betétdalából néhány sor felcsendült a vasárnapi díjátadó ünnepségen is. A villanegra nem a pác a zárda, a villanegra nem fényes lokál. Vagány legény a szép cerébe zörgeti, ecsendes házban oltalmat talál. Az idei Págerdíjas örömmel elevenítette fel a közös munkát a Makóról elszármazott színészóriással. Jó humorú, kellemes ember volt. Mindig lehetett vele beszélgetni, mindig lehetett tőle érdekeset hallani, pláne, hogy a régi dolgokról beszélt. Szóval egy különleges egyéniség volt, színpadon is. Én játszottam vele Charlie nényében, hát annyit nevettünk, és volt közös számunk, amit közösen énekelt. Remek volt. Ezen kívül stábunkkal azt is megosztotta Bodrogi Gyula, hogy milyen szakmai fogásokat tudott ellesni Páger Antaltól. Az ember figyelte, hogy hogy játszik, hogy azt az egyszerűséget, azt a szinte gesztus nélküli játékot, ami közben mégis kifejezte a pillanatot is, kifejezte a szerepet is, a pillanatnyi helyzetet. Szóval azt lehetett, meg lehetett tanulni tőle azokat a szüneteket, azokat a furcsán reagált mozdulatokat. Hát, nagyon jó volt. Legnépszerűbb szerepei televíziós produkciókhoz kötődnek.
az ő jellegzetes mély baritonján szólalt meg Süsü, a jószívű egyfejű sárkány, vagy a Dr. Bubu csőrmestere és a Vuk kár örvendő varjúja is. Művészi munkájáért számos, rangos elismerést kapott. Többek között kétszeres Jászai Mari díjas, valamint érdemes és kiváló művész. Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét, valamint a Kossuth díjat is. 2007 óta a nemzetszínésze. Jelenleg is 3 színház, összesen 6 darabjában láthatja a közönség a 86 évesen is életvidám színművészt. A hosszabb beszélgetést a csütörtöki társalgóban láthatják. 89 fiatal középiskolásnak tűzték fel a hétvégén a szallagot a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Návai Lajos Szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiumának szallagavatóján az Erdei János Városi Sportcsarnokban. A végzősök méltó módon búcsúztak egykori iskolájuktól, osztálytársaiktól és osztályfőnöküktől. 89 kerés diák kapta meg a végzősöknek járó szalagot a hétvégén az Erdei János Városi Sportcsarnokban. A fiatalok 4 ágazatban és 5 szakmában tanultak együtt az elmúlt években, ám most elérkeztek a finishhez. Kincses tímea a HSC Návai Lajos Szakgimnáziumának, szakközépiskolájának és kollégiumának igazgatója stábunkkal megosztotta, hogy mit kíván az életbe kilépő fiataloknak. Én a legfontosabbnak azt tartom, hogy azokat az álmokat, amelyeket gyermekként megálmodtak, azokat megvalósítsák. És hát ez a mai nap ezen az úton egy állomás, aztán egy következő állomás a ballagás, és majd valóban az érettségi és a szakmai vizsgák. A tanulókat búcsúztató osztályfőnökök a kezdetektől fogva mindent beleadtak, hogy összetartó közösséget kovácsoljanak a hajdani 9-esekből. Ezt az útravalót ezt még később letartogatom nekik, ugye most ennek a kis bulinak, ünneplésnek van itt az ideje, majd az útravalót azt a ballagáshoz szeretném nekik átadni. Mindenképpen azt szeretném, hogy elsődlegesen emberek maradjanak minden körülményben, és aztán a többi az már csak ráadás. 9-esként, mikor bekerültek az iskolába, akkor még elég sok mindent meg kellett nekik mondani, megmutatni, illetve irányítani őket, hogy mégis a középiskolában hogy is folyik a tanulás meg az élet, de így most 12. osztályra azt látom, hogy beért ennek a gyümölcse, és ők is nagyon sokat változtak, sokkal felnőttesebb módon gondolkoznak. A szalagavató a diákok életében is fontos pillanat. Stábunk kíváncsi volt, hogy hogyan emlékeznek vissza a fiatalok a keriben eltöltött évekre. Elég hihetetlen, hogy már 4 év eltelt, és hogy már itt vagyunk. Hát a táncpróbák azok elég gyorsan teltek, de egyébként nagyon jó összetartó osztály vagyunk, és ezért könnyű is volt az egészet megcsinálni. Tényleg szépen ment minden. Most így 12. végére, így most kovácsoltunk össze leginkább. Így régen meg volt ez a klikkesedés, de most már úgy nagyjából mindenki együtt mozog, beszél mindenki mindenkivel, segítünk egymásnak, meg főleg itt az év végén itt a táncszál. Ugye hetente volt, minden héten volt egy próbánk. Az este folyamán felléptek a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bartók gitárzenekarának tehetségei, és Magda Nikoletta énekes produkcióját is élvezhették a vendégek. Az este fénypontját természetesen az osztálytáncok jelentették. Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepét követően február 3-án Szent Balázsra emlékezünk. Ebből az alkalomból a Szent István Egyházi Általános Iskolában a gyermekek, valamint a pedagógusok Balázs áldást kaptak hétfőn, mely során az egykori püspök és vértanú közbenjárását kérték a különféle torokbajok és más betegségek ellen. Énekszóval is megemlékeztek a szignumosok az örmény születésű Szent Balázsról, aki Szebasztély városában volt püspök mindegy 1700 évvel ezelőtt. Életében a hit mellett gyógyítással is foglalkozott, személyéhez több csodatétel is kapcsolódik. Az egyik történetről Gottfried Katalin iskolanővér mesélt televíziónknak, mely során az is kiderült, miért tartják többek között a torok elleni megbetegedések védőszentjének a vértanút. Egy anyuka, amikor a gyermeke halszálkát nyelt és fuldoklott,
oda sietett hozzá és segítséget kért, és Balázs imádkozott, és sikerült meggyógyulnia ennek a gyereknek. A legenda egyik variációja szerint kivette a halszálkát, és úgy gyógyult meg, a másik szerint pedig áldást adott is, és a gyerek valamiképpen megszabadult a fuldoklástól, és egészséges maradt. És ennek emlékére minden évben a Balázs ünnepén Balázs áldást kapnak, akik ezt kérik. Páfai Zoltán római katolikus plébános, Bíró István görög katolikus parókus és a Boldogasszony iskolanővére képviselői a tradícióknak megfelelően kétágú gyertya segítségével végezték el a Balázs áldást. Az ő közbenjárására ma is tudunk gyógyulásokat kérni, de ugye ez mindig hozzá kell tenni, hogy ez nem az embernek a műve, hanem mindig a Jóistennek az ajándéka és kegyelme. Ha ő akarja, akkor meggyógyul, felgyógyul valaki, ha meg valami más a szándéka, akkor meghajtjuk fejünket és elfogadjuk. A rendezvényen mintegy 300 gyermek volt jelen, köztük az 5. B osztályos Szabó Hanna, aki stábunkkal megosztotta, már nem először vesz részt az eseményen, és társaival egyetemben örülnek annak, hogy évről évre ők is megélhetik ezt a hagyományt. Szent Balázsra emlékeztünk meg, és már ezt mindenki nagyon várja így az influenza szezonban, hogy megkapjuk az áldást. Az összejövetel során az is elhangzott, hogy a 2020-as esztendőt az iskola fenntartói, a Boldogasszony iskola nővérek a hivatás évének választották. Érkezzenek legfontosabb híreink, még egyszer röviden. Galamb Józsefnek címzett képeslapokkal gazdagodott a helyi múzeum. Fejleszt a Zsivodán, növelik a munkavállalók számát is. Balázs áldást kaptak a Signum diákjai és tanárai. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd Hírextra című hírháttérmagazinunkkal várjuk Önöket, melynek vendége Karkas Mihály, a Zsivodán Hungary Kft. Ügyvezető igazgatója lesz. Ezután a Sokszínű Egyház, Reflektorfényben a Hitélet című egyházi magazinunk következik, majd Sportélet című sportmagazinunkkal jelentkezünk, végezetül pedig Kemenc és Gasztro magazinunkat tűztük műsorra. Kedves nézőink, ez volt a keddesti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom Önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!